Rekord közeli 500 milliós rablás ügyében hirdettek elsőfokú ítéletet a múlt héten. Egy hatfős banda, kommandósnak öltözve, gépfegyverrel rabolt ki két kínai kereskedőt 9 éve. Az ítélet szerint hivatalos személyek adták a tippet, és a rablók nagyon részletes forgatókönyvvel készültek a támadásra. Hiába volt azonban alaposan kidolgozott a tervük, a rablás váratlanul autósüldözésbe és lövöldözésbe torkolt. A banda vezért 17 évre ítélték, de a többszörösen büntetett előéletű társai is évtizedes fegyházbüntetést kaptak. Robertet vezessék ki. Nagyon remélem, hogy fogunk egy időre találkozni. Az a legyen probléma. Nem, hajjá. Maradjon ön is csöndbe, mert önt is kiküldöm a tárgyalásom. Vádlakozom. A börtönben köszönné meg majd az árulást. Az egész bandát feladó bűntársát fenyegette így egy vádlott, nem sokkal azután, hogy a bíróság gyilkosoknak járó fegyházbüntetésre ítélte őket a magyar bűntörténet egyik legkülönösebb rablásáért. 9 éve kommandósnak öltözve Tyúkjában gépfegyverrel támadtak meg két kínai kereskedőt, és több mint 500 millió forintot zsákmányoltak tőlük. Az autós üldözésbe és lövöldözésbe torkolló rablás elkövetőit valószínűleg sosem tudták volna elítélni, ha egyikük nem tesz részletes vallomást. Egyetlen dolgot azonban ő sem tudott pontosan. Nem sikerült feltárni azoknak a rendőrséggel kapcsolatban álló személyeknek a kilétét, akik ebben az ügyben tippadóként szerepelnek, és akik elsőrendű vádlottal osztották meg a tippet, aki elhatározta, hogy a kínai állampolgároknál lévő értékek megszerzése érdekében megszervez és kivitelez egy bűncselekményt. A banda vezetője az Európai Rendőrségi Hivatal legkeresettebb bűnözőinek listáján is szerepelt, milliós nyomra vezetői jutalmat is ígértek érte, mert hosszú évekig sikeresen bujkált, tavaly tavasszal még ez a tárgyalás is nélküle kezdődött. Jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó volt, tehát tudomány szerzett arról, hogy a sértettek nagyon mennyiségű készpénzzel szoktak áruvásárlást és vállalkozást bonyolítani. Az első tárgyaláson videótelefonon tett vallomást a mindent beismerő bandatag. A férfinak állítólag 5 millió forintot ajánlottak a nagy balhéért. A banda vezér akkoriban egy dunaparti hotelt üzemeltetett, a hat rabló ott készült fel a támadásra. Egy másik szobában, ahol a szobában földön voltak, fekete vágóztak, szüntetegetnek, gyásték, egy géppisztesek pisztolyt. A garázsban pedig ott voltak az akcióra előkészített autók, például egy fehér kis busz, aminek az utasterét fóliával csomagolták be, hogy még DNS nyomokat se hagyjanak benne. A részletesen kidolgozott tervet tartva a rablók a gondosan kibérelt kisbusszal hajnalban érkeztek meg az egyik áldozat 17. kerületi lakása elé. Megérkezett a kínai ember padlótáskával, és akkor mindenki gyújtott a kocsiból. Mi álltunk a nyomtott az ajtót, de annyira megszorult, hogy mire kiszálltunk a kocsiból, így a melegetették az embereket, hogy kiszálltunk a kocsiból, kiálltunk a táskával, és alig 1-2 percig tartott az egész. Korábban az áldozatokat is kihallgatták a bíróságon, nem szívesen beszéltek a 8 évvel ezelőtti eseményekről. A válaszaikat tolmács fordította a tárgyalásom. Szemeletre jöttem le, amikor azt láttam, hogy maszkos férfiak vannak ott, és azt mondják, hogy ők rendőrök, majd elvitték a pénztárcáinkat, és egy autóval elhajtottak. A támadók gásprével fújták le az áldozatokat, megkötözték őket és elhajtottak az 500 millió forintnyi eurót rejtő táskákkal. Korán keltem fel, talán önné keltem fel, és kipillantottam az ablakon, és akkor láttam fekete ruhás embereket, de igazából eléggé homályosak az emlékeim.
Amikor a harmadik kínai áldozat meglátta a történteket, lerohant az emeleti lakásából, felkapta megkötözött sógoras pluszkulcsát, autóba ült és a rablók után hajtott, megpróbálta feltartóztatni a fúkot. 2-3-szor belénk jött hátulról, el is sokat estünk eltünk az autóban, hogy jöttem el egy boldog nagy hanggal, azt hitték, hogy mindenki azt hitte, hogy ránk lőtte, pedig megijedt mindenki. A rablók fegyverrel próbálták megállásra kényszeríteni üldözőjüket, a kis teherautó szélvédőjén keresztül lőtték a Volvo kerekeit. Amikor utolértem őket, akkor tüzet nyitottak rám, mintha gépfegyver lett volna, és utána pedig ütköztem a kocsival. Összesen 6 lövés dörrent, sokáig vizsgálták, hogy melyik vádlott lőhetett. A gépfegyvert használó rablót emberölési kísérletért is felelősségre akarták vonni, ezért volt nagyon fontos tisztázni, hogy ki mit tett a rablás idején. A bűnbánó vádlott ügyvédje szerint Védence azért ment bele a vádalkuba, mert nem akarta, hogy ráfogják a lövöldözést. A született egy ilyen döntése, hogy akkor ha már itt, ha így alakult az élet, akkor tegyük helyre a szereposztást, és egyezzünk meg, és ő egyébként segítséget mond ahhoz, hogy egyrészt felderítsék a valóságot, másrészt a szereposztást pedig a valóságnak megfelelően osszak ki az ügyészség. A vádlottak és ügyvédeik végig azzal támadták a vádalkut kötő férfit, hogy hiteltelen a vallomása, csak a kedvezményekért hazudott. Az tény, hogy rá csak 4 éves, a többiekre viszont évtizedes büntetést kért az ügyész. Kérem, álljanak föl! A bíró az ítélet indoklásakor kifejtette, hogy a férfinek az igazmondás volt az érdeke, a bűnbánó beismerést pedig más bizonyítékok is alátámasztották. Ha hazudik lényeges tényekben, nem fogják elfogadni a hatóságok a beismerő vallomását. Akkor elesik az egyességtől, nem fog kijönni ebből az ügyből, amiben súlyos vádakkal érintik, se 4 évvel, se 5 évvel, se 6 évvel, hanem 10 túliak társaságába kerülhet. A bíróság végül azt látta bizonyítottnak, hogy a banda vezér lövöldözött, de az ügyészi indítvánnyal ellentétben nem emberölési kísérletért, hanem csak foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért ítélte el a férfit. Furcsán hangzik ez egy fegyveres rabló esetén, de a bírói gyakorlat széles körben értelmezi a lőfegyver használatot. Az indoklás szerint egyébként az egykor katonaként szolgáló vádlott biztos kézzel és csak az autóra lőtt. Ő magában bízott, hogy hát jó céllövő, hát amerre lő, azt el is találja, és meg fogja akadályozni azt, hogy tovább üldözzék az autóst, és az autó eltérül az útjából. Sikerült neki? A lappal bizakodott benne? Igen. A banda vezetője végül 17, legfőbb segítője az ítélethirdetéskor fenyegetőző vádlott 15, ez a férfi pedig 12 év fegyházat kapott. A rabláskor használt furgon sofőrje még bujkál, őt a távol létében 9 évre ítélték. Egy korábbi eljárásban vonták felelősségre a 6. rablót, valamint a fegyverek és az autók beszerzésében résztvevő bűnsegédeket. A mindent beismerő vádlott sokat nyert, csak 4,5 évet kapott. Hogy mi lett a mesés zsákmánnyal? Azt már a tárgyalás elején is próbálták tisztázni, hogy miért volt 500 millió forintnyi euró a kínai kereskedőknél. Egyikük azt állította, hogy az a főnöke pénze volt. A társa arról beszélt, hogy a rablók egy életre tönkretették, még el is sírta magát a tárgyalóteremben. Életszóló tartozás. Ugye itt nem csak az arcvesztésről van szó, itt nem csak ez a probléma. Önök európaiak mondhatják azt, hogy csődbe ment a cégem, bum neki. Én viszont nem mondhatom, hiszen én akkora tartozást halmoztam fel ezzel személyesen, amit egy élet alatt se tudok visszafizetni. A vádalkúzó vádlott azt vallotta, hogy a bandatagok a rablás után 155 millió forintnyi eurót osztottak szét egymás között, a többit, majdnem 350 milliót a banda vezért segítő, valamelyik hatóságnál dolgozó, ismeretlenül maradt tippadónak kellett elküldeni. Az ítélet nem jogerős, az ügyész és a vádlottak is fellebeztek.
Thank you.